tenezmusnak, a végbél záróizmainak kóros tónus fokozódását nevezzük. Ez többféle állapot eredményeként kialakulhat, például lehet ideggyógyászati, neurológiai, gerincgyógyászati, vagy akár izomdiszbalanszból eredő oka, és lehet átmeneti, például stressz indukálta izomtónus növekedés is a hátterében. Kórosan fokozott záróizomtónus akár székrekedéshez is vezethet. Emellett görcsös fájdalommal járhat, illetve a nem feltáguló, nem elernyedő izom miatt az anális csatorna területén székletürítéskor sérülések alakulhatnak ki. Abban az esetben, hogyha ezzel kemény székletek, székrekedés együtt jár, az erőlködés hatására a záróizom sérülése is előfordulhat, illetve aranyeres elváltozásokhoz vezethet egyaránt. Abban az esetben, hogyha a záróizom állandóan sérül, előbb-utóbb funkcióját elveszíti. Emellett az állandó sérülések a anális csatorna felszínén gyulladáshoz, illetve a gyulladás nyomán akár tájok kialakulásához, sipoljárat képződéshez vezethetnek. Műtői körülmények között ultrahang vezérelt botulinum toxin injekcióval, melyet a két záróizom, tehát a külső és a belső záróizom közötti térbe juttatunk be, tudjuk a kórosan megnövekedett izomtónust csökkenteni. A beavatkozást követően pár órás megfigyelés után a páciens elhagyhatja osztályunkat.